Hát a vakvarjú családunk egyik kis tagjánál vagyunk, a Vígvarjú étteremben. Mondanám, hogy sokáig gondolkoztunk, hogy milyen frappáns nevet adjunk ennek, de Pesti Vigadóban található éttermet végül így neveztük el, ezt 2017-ben nyitottunk. Egyébként 6 vakvarjú éttermünk van, emellett van a Monkey Bistrónk, és 3 önkiszolgáló éttermet csinálunk még irodaházakban. És a fő tevékenységünk, ami megint a Pesti Vigadóhoz is kapcsolódik, az a rendezvény gasztronómia. Tehát itt a Pesti Vigadóban vagyunk kizárólagos cateringesek, így a Várkert Bazárban, a Szép Műszeti Múzeumban, a Zene Akadémián, Ram Colosseumban vagyunk még szintén rendezvény gasztronómia szolgáltatók, és emellett vannak saját helyszíneink, a Kopaszigáton az Öbölház. Én nem vendéglátó családban születtem, sőt nem is túl gazdag családban, és nem is nagyon jártunk étterembe, ilyen emlékeim egyáltalán nincsenek. Azt tudtam, hogy szállodaigazgató akarok lenni, ezt az általános iskolában mindig ezt mondtam az orosz órákon. És bár szállodaigazgató nem lettem, de akkor még Ecseri, aztán később Gundel szakközépiskolába mentem, és onnan pedig OSTV-nek köszönhetően kerültem a főiskolára. És a főiskolán kerültem bele leginkább a szakmába. Ott a ösztöndíj mellett nagyon jó kiegészítő pénzecske volt, hogy rendezvényeken pincérkedtem, és sok helyen voltam, akkor a legnagyobb cégek között, így a Pallasnál, vagy itt akkor még Intercontinental szállóban voltam különböző eseményeken felszolgáló, és aztán akkor alapították a Gála Party Service-t, és ott kezdtem el nagyon sokat dolgozni, aztán ott bankettfőnökösködtem, végül bankettigazgatóként is dolgoztam. Úgyhogy az a világ, az ugye ez teljesen más volt, mindenki makkos cipőbe, színes öltönyökbe járkálgatott, és az volt a legfontosabb, hogy minél csillogóbb, villogóbb és minél nagyobb eseményeken lássák vendégül a partnereiket, vagy éppen a dolgozóikat. Nagyon élveztem, és nagyon izgalmas volt, hogy egyik pillanatra másikba egy ilyen különleges világba belecsöppelhettem. És aztán a gála után én, pont így a gála volt az egyik résztulajdonos, egy ügyvezetője lettem egy drinkbárok üzemeltetésével foglalkozó cégcsoportnak, és aztán 98-ban Bonus Party Service-t alapítottam meg, tehát a rendezvények világába visszatértem. Itt egyébként szintén ők voltak a fő tulajdonosok, én pedig egy kisebbségi tulajdonnal rendelkeztem. És 2003-ban volt az, hogy nagyon másképp láttuk a jövőt, hogy építkezzünk, és akkor elváltak az útjaink, és akkor alapítottam meg a Budapest Party Service-t, akkor lett az, hogy egyébként nem is rendezvényekkel, hanem pont étteremmel szerettem volna foglalkozni, kicsit belefáradva a események világába, azt éreztem, hogy hát végülis van egy főiskolai diplomám, biztos, hogy értek az étteremhez is. A hitben meg a kitartásba hiszek, tehát hogy az egyik, hogy én a szüleimtől azt láttam, hogy mindig tesznek, mindig dolgoznak. Tehát, hogy ez nekem nagyon nagy erőt adott abba, hogy természetes volt számra, hogy sokat kell dolgozni. És sokat kell tenni azért, hogyha még éppen nem működik tökéletesen a cég, akkor is tovább vigyem. Ehhez kell az a hit, hogy kollégáknak szoktam mondani, hogy mindig előre nézzünk, és ne lefele, ne azt nézzük, hogy milyen göröngyös az az út, hanem körülbelül, mint a tüzeljárók, hogy szépen lassan, mert a parázson is át fogunk tudni kelni, és majd utána nagyon fogunk örülni, hogyha elértük azt a célt. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség volt. Nekem, aki nagyon nagy segítség, az a feleségem, aki mindig ott állt mellettem, mindig támogatott. A legnehezebb pillanatokban nekem az is nagy segítség, hogy nem kérdezett, hogy akkor most mi lesz. Nem az aggódó tekintete volt, hanem inkább ez a hátulról finoman simogató ember, aki tudta, hogy jó irányba megyünk, hitt abban, hogy majd megoldódik ez, mert keresztül visszük, de amikor sokat kellett dolgozni, akkor sem volt az, hogy piszkált volna azért, hogy miért nem vagyok otthon a gyerekekkel. Ugye 4 gyerekünk van, 2003-ban született az első,
2005-ben a második, tehát pont ebben az időszakban iszonyatosan sokat dolgoztam, nagyon sokszor voltam távol, ami persze így utólag nagyon hiányzik, de mégsem érzem azt, hogy ne lettem volna a család tagja. És ne gondolkoztunk volna a kettő után, hogy legyen még egy harmadik, vagy akár, hála Istennek, a negyedik. Tehát, hogy ő volt a másik. Ugye, én azért hívő ember vagyok, tehát nekem az is sokat segített, hogy mindig volt egy ilyen pillér, hogy a Jóistennel majd valahogy megoldjuk. De azért van egy olyan mondásom, hogy a Jóisten csak diót ad a kezembe, és azt nekem kell feltörni. Tehát azért kell sokat dolgoznom, hogy ebből a kis dióból majd azért egy finom tortát tudjunk készíteni egyszer. Magyar Vendéglátóipar Testületének az alelnöke vagyok, viszonylag sokat dolgozunk. Ugye a Magyarországi Rendezvényszervek Szövetségének vagyok a rendezvénygasztronómiai tagozat vezetője, de hát sok más jellegű feladatunk is van. Van egy katolikus szellemiségű óvoda, aminek a fenntartó egyesületét vezetem, a 11. kerületben van 125 gyerekünk, úgyhogy az is egy ilyen csoda izgalmas kihívás. És mellette a feleségemmel a házasság hetének voltunk a nagykövetei, meg az idei évben is ezt a feladatot ellátjuk. Úgyhogy ez is egy ilyen csodaszép, izgalmas kezdeményezés volt, aminek szívesen vagyunk aktív résztvevői. Covid előtt mi közel 6 milliárdos cégcsoport voltunk, most a tavalyi évünk 4,2 milliárddal zártuk, és azért most is van 360 alkalmazottunk, tehát hogy ezt a csapatot motiválni kell, és folyamatosan célokat adni, simogatásokat, újra gondolni a feladatokat a HR oldaláról. Amire próbálok törekedni, hogy bár sok esemény van, rendezvény, ahova el kell menni, vagy szívesen vagyok ott az üzletekben is, hogy azért a hét több napján együtt vacsorázzunk a családdal. Tehát, hogy nekünk az, hogy közösen együnk az asztalnál, együtt átbeszéljük a napi dolgokat, és a nagyok is oda tudnak ülni, tehát a 19 éves nagylányom, vagy a 17 éves nagyfiam, és mobil nélkül legyünk ennél az asztalnál, ez számomra egy ilyen jó érzés, és egy ilyen elégedettséget tölt el.